Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt, vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy íbetű, sem egy vesző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl, akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában. És mondom nektek, ha igaz voltatok, nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek azt mondták, ne ölj, aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének, te esztelen, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja, te istentelen, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted. Hallottátok a parancsot, ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vágyjal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre visz, vágyd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed, mint hogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, mint hogy egész tested a kárhozatra jusson. És ezt is mondták, aki elküldi feleségét, adjon neki vállólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét, kivéve hűtlenség esetét, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el. Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták, hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet. Én pedig azt mondom nektek, egyáltalán ne esküdjetek, sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa. De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek igen, igen, nem, nem. Ami ennél több, az a gonosztól van. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűnünk. Krisztusban szeretett testvéreim, hallottátok, amit az Úr mondott, nem azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt, hanem hogy tökéletességre vigyem, teljességre vigyem.
testvérek, az isteni kinyilatkoztatásnak, annak, hogy a bűnös emberhez közeledett az Isten, Ábrahám óta Krisztusig, annak két oldala van. Egyrészt az Istentől elszakadt ember összezavarodott, irányt vesztett, ezért törvényt adott neki, a 10 parancsolatot, amiről a Sirák fia könyvében is olvastunk. Életet és halált tártam eléd. Persze ez nem egy kitalált törvény, mert azért a lelki ismeretében mindenkinek benne van. Csak ezt most ő megerősítette. Ezzel együtt az Isten közeledése egy még mélyebb dolgot is jelent, az, hogy egyre jobban megismerteti magát az emberrel. Nem csak ez a kettő nem választható el. Szerintem tragédia, ami a kereszténységben van. Hogy az egy erkölcs, parancsok, és nem misztika. A misztika nem azt jelenti, hogy jelenéseim vannak, hanem az, hogy komolyan veszem, hogy Jézus itt van, bennem van. Ha ez a kettő széttörik, akkor egy rettenetes képet mutatunk a kereszténységre, és ne botránkozzunk meg, ha föllázadnak. Mi ez az aprólékos és ez a kegyetlen törvény magyarázat, ha nincs mögötte egy új élet? Testvérek, vannak nagy formátumú tévedései az emberiségnek, ilyen a középkorban felerősödő Joachim a Fiore apát által meghirdetett, de már a keresztény ókorban is jelenlevő ősi tévedés, hogy a kinyilatkoztatásnak 3 korszaka van. Az Ószövetség az Atya Istené, az Új Szövetség Jézus megtestesülésétől a Fiú Istené, az egyház alapítása is, és majd eljön a Szentlélek korszaka. Az első az a szigorú törvény korszaka volt, a másik a Fiúisten már kinyilvánította Isten irgalmát, de jön egy harmadik korszak, amikor már nem kell törvény, szertartás se lesz, mise se, semmi. Mindenki a Szentlélek hatása által teljes szabadságra jut. Hát ez éppen Szent Ferenc szigorú fiainak, a spirituális testvéreknek is nagyon jól jött, és ők úgy gondolták, hogy ez a korszak Szent Ferenccel ér el. Hát nagy tévedés. Van benne valami grandiózus meglátás, lenyűgözi az embert. Félelmetes, hogy ezeknek a gondolatoknak mennyire politikai kicsengése is van. Innét vette Marx, Lenin, Stalin, hogy jön egy végső korszak, ami után már nem jön több. Az a teljes, tökéletes korszak lesz. Tessék elhinni, hogy elnyúlt Hitlerig a harmadik birodalom. Igaz, hogy kicsit véresen kezdődik, de ott aztán rend lesz. Testvérek, most értem, miért könyörög az Anya Szent Egyház nagy pénteken, a nagy könyörgésekben. Nem a betegségek megszűnésért, nem a bűnök bocsánatáért az utána jön, hanem azt mondja, kérjük szeretteim a mindenható Atya Istent, hogy a tévelgésektől mentse meg az egész világot. Ezek a gondolati tévelyek olyanok, mint a legveszélyesebb vírus, és ma tele van vele a média. Valójában ez a tévedés abban állt, hogy a 3 isteni személyt szétszedte. Testvérek, egy Isten van. Föl nem foghatjuk azt a közösséget, ami az Atya, Fiú és Szentlélek között van. Azt mondja az Úr Jézus, nem tudjátok, hogy én az Atyában vagyok, az Atya bennem? Fölfoghatatlan egység. 2 emberi személy között ilyen nem lehet. Semmiük sincs. Nincs egyénisége az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Nincs szokásai, személye van csak. Egyetlen minden tudás, egyetlen örökké valóság, egyetlen minden hatóság, egyetlen önmagától való lét, csak az, hogy valaki, ez a személy. Testvérek, mérhetetlen nagy titok, meggyőződésem, hogy ezzel Krisztus rátette a gótikus ívre azt a mindent összefogó zárókövet, amíg ide el nem jut a vallás, addig érthetetlen. Az összes vallás egy szenvedés, a monoteizmus is.
Mert mi lenne az az Isten, aki egyedül van, egy valaki? Az a pokol lenne. De erre rá nem jöttünk volna, soha. Testvérek, a három isteni személy egysége azt jelenti, hogy kifelé, a Szent Háromságos Istenen kívül mindent a három személy együtt tesz. Csak másképp vesz benne részt. És amikor a hiszek egyben felsoroljuk az atya műveit, a teremtés, a fiú művét, a megváltást, a szentlélek művét, a megszentelést, akkor csak a fokozatosságot, a kinyilatkoztatás korszakait említjük, de nem különítjük el. Ki teremtette a világot? A zsidó csak úgy tudta, hogy az az Isten, aki atyánk. A fiú is, meg a szentlélek is. Erre mondja Szent Pál, hogy mindent Krisztusban teremtett az atya a lélekben. Ez azt jelenti, hogy öröktől fog elhatározni ez a ferences gondolat, hogy megtestesül az ő fia, akár elbukik az ember, akár nem. Tehát a csillagvilág, az atomok Jézus Krisztusban állnak fönn. Benne teremtett minden, és csak benne hívhatta meg az angyali lényeket, és az ember az ő fiával való olyan közösségre, hogy a Szent Háromságban az atya és a fiú kapcsolatában mi ott legyünk, ahol a fiú van, és áradjon köztünk a Szentlélek. A teremtés Szent Háromságos mű. A kinyilatkoztatás is, bár a zsidó nem tudta, hogy három személy szól hozzá, de az Atya Isten szólt, és kiről beszélt? A fiúról, a messiásról. És a lélek erejében, amely ihlette a prófétákat. Ezért a késői zsidóság már használ is ilyent, hogy az Isten az ő igéjével együtt van. Az valaki, majd megismerjük. És hogy kibocsátja lelkét, és életre kelnek. És a megtestesülés, azt mondjuk, hogy az a fiú Istennek a műve. Nem, annyira az atyá és a szentléleké. Hiszen mint az atya fia jött el, hogy kinyilatkoztassa az atyát, és megadj, és a szentlélek által alkottatott neki emberi természet a szűz méhében. És azért jött, hogy a szent lelket adja. Testvérek, ez a három korszak mind az atyafiú szentlélek korszaka. Nem külön van, csak lassan tárta fel Isten, mert veszélyes lett volna. Isten nagy pedagógus, mondja Szent Iréneusz püspök. A pedagógiának pedig első szabály, fokozatosság. Először az egyszer egyet kell megtanulni, és utána másodfokú egyenletek megoldását, nem az, nem fordítva. És az nagyon sok időbe került, hogy a bukott embernek, aki ezt a világot isteníti, mint ma is, ugye az ős anyaföld istennő, meg minden marhaság, nem, semmi se Isten, nincsenek istenek. Se a csillag, sem a hold, sem a nap. Egy hatalmas vallástalanság van a Szentírás első lapjain. Semmit se imádj, nincs istenek, nincsenek. Egy örökkévaló van. De ő nem a világban van. A semmiből alkotta. Hát ez egy akkora lecke. És amikor ezt kinyilatkoztatja, akkor kinyilatkoztatja a 10 szót is, a 10 parancsolatot keményen. Élet és halál. Választ. Ezzel most elindul az Izrael. Megismeri a Teremtő Istent, és megismeri a gondviselő Istent, aki kiválasztja Izraelt, hogy aztán majd a többi pogányról is gondoskodjék. És amikor kiszabadítja őket Egyiptomból, Sínai hegyhez érnek, és azt mondja, mivel kezdődik? Én vagyok a te Urad Istened. Tehát vigyázz, a 10 parancsolat nem ott kezdődik, hogy ne paráználkodj, meg ne lopj, hanem ott, hogy én vagyok. Tudod, hogy ki vagyok én neked? Hogy mit tettem neked, ingyen szabadítottalak ki? Hát akkor tartsd meg te is ezt a 10 törvényt. Te is szabadíts meg a másikat a leigázástól, a kihasználástól. Te se nézd tárgynak a másikat, hanem személynek. Ennyi az Ószövetség. Tehát, ha valaki a 10 parancsolatot Isten nélkül tanítja, nem megy az, testvérek. Tanítani kell, mert annak is benne van a lelkiismeretében, hogy ne ölj, aki semmiféle Istenről nem tud. Most értitek, hogy miért rettegtem attól, hogy a 90-es években
Az első szabad magyar kormány a papoknak majd megengedi, hogy vallás erkölcsöt tanítsunk mindenkinek kötelezően. Isten ments! Tanítsa az állam a parancsokat. Én azt tanítom, hogy halld Izrael, az Úr a te Istened. Csak ebben a kontextusban lehet igazán betartani a törvényt. És amikor eljön a mi Urunk Jézus Krisztus, az Isten fia is emberré lesz, akkor ne csodálkozzatok azon, hogy ezt a törvényt sokkal mélyebben értelmezi. Még a zsidó be tudta tartani a törvényt. Hát emlékeztek a gazdag ifjúra. Mindezt betartottam. Van ilyen. Gyóntatok ilyeneket. Atyáink mesélték, és így ennyit szabad mondani, hogy a két világháború közötti tanyavilágba 25 éves fiú nem paráználkodott, nem ismerte az önkielégítést, semmit, tisztán élt. Nem lopott, nem hazudott. Be lehet tartani. De ez betartása a törvénynek? Hiszen aki haragot tart, az már gyilkos, mondja Krisztus. És aki a kívánságokba él, csak nem sikerül kiviteleznie, az már elkövette azt a bűnt. Na most akkor Krisztus még nagyobb terhet rak ránk? Nem. Mert kinyilatkoztatja önmagát is. Hogy én vagyok az Atya fia. Hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. És amikor azt a végsőt mondja az utolsó vacsorán, nincs már 10 parancs, egy van, szeressetek. De nem akárhogyan, ahogy én. És rögtön beszél arról, hogy megkapjátok a Szent Lelket. Tehát a harmadik személy elküldése, aki minket Isten gyermekévé alakít, aki a keresztség szentségében az Úr Jézus isteni életébe felemelt minket, nekünk való az, hogy szeress és tégy, amit akarsz. Amikor Szent Ágoston ezt elmondjak, ezen a szinten van. Ez a világ legveszélyesebb mondata. Ezt ifjúsági csoportoknak nem mondanám el. Ne szeress. Ne szeress. Hanem légy igazságos. Légy türelmes. Viseld el a másikat. Tanuld meg Krisztus igáját hordozni. És ha megismered a Szent Háromságot, ha napi áldozó vagy, vagy legalább vágyakozol rá, ha naponta Krisztussal éled az életedet, nem néha imádkozol, mindig, mindig, nem szavakkal, hogy lehet mindig imádkozni. Ahogy a szerelmes mindig szeret, nem az agyával gondolkodik, a szíve. Azt mondja az énekek éneke, hogy alszom, de a szívem ébren van. Na, ezeknek való az. Nincs már 10 parancsolat. Isten élete van benned, és Isten nem tud gyilkolni. Isten nem tud haragudni. Isten nem tud visszaütni. Isten nem tud meglopni senkit. Isten nem hazudik. Tehát az az új élet kezd bennünk működni. Testvéreim, annyira meglepett, hogy boldog John Henry Newmannek az egyik beszédében éppen ezt találtam. Azt mondja, ha Krisztus a mi egyetlen reményünk, és Krisztus a lélek által adatik meg nekünk, a lélek pedig egy belső jelenlét, akkor a mi egyetlen reményünk egy belső átalakulás. Ahogy egy szobában a lámpafénye minden irányba kisugázik, úgy a Szentlélek jelenléte bennünket élettel, erővel, szentséggel, szeretettel, megértéssel, igazsággal tölt el. Isten irgalommal tekint ránk, mert látja bennünk a lélek lelkét. És akiben ez a lélek lakik, abban szentség és igazság van. És azt mondja, hogy így tulajdonképpen a keresztény élete nem a parancsokban van, hanem az, hogy Krisztus élete újra kezdődik benne. Krisztus maga kegyeskedik megismételni valamennyünkben mindazt, amit megtestesülővel tett és elszenvedett. Bennünk fogan, bennünk születik, bennünk szenved, bennünk támad fel, bennünk él. És mindez nem egy események során keresztül, hanem egyszerre.
hiszen úgy jön el hozzánk, mint lélek, haldokló, föltámadó is örökké élő. Örökké születünk, örökké feloldoztatunk és megújítatunk, örökké meghalunk a bűnnek és megigazultan örökké föltámadunk. Az egész kegyelmi gazdálkodása mindenesül egyszerre itt van bennünk, és ez az Isten jelenlét jogosít fel valamennyünket a mennyországra. Ezért olvassuk Szent Pálnál, bennetek levő Krisztus a megdicsőülés reménye. Az Úr Jézus nevében, ami Istenünk lelke által tegyetek mindent. Testvérek, és itt érünk majd a jövő vasárnaphoz, amikor újra értékeli Krisztus a 10 parancsolatot a nagy hegyi beszédben, és a csúcspontja az, szeressétek ellenségeiteket. Ekkor lesztek fiai mennyei atyátoknak. Ez nem lehet megtenni emberileg. Csak akkor, hogyha az isteni természetben részesítünk, mert az Isten nem tud gyűlölni. A keresztény a maga természete szerint cselekszik, amikor nem üt vissza. Most kezdjük megérteni, testvérek, hogy nem egyfajta egyre fokozódó erkölcsi törvényeket ad Krisztus, ami ellen föl lehetne lázadni, ami gúzsba köti az embert, hanem mindig jobban kinyilatkoztatja Isten az ő belső életét, és végül fölvesz minket az ő életébe. És erre az életre kell figyelni. Testvérek, nagyon nagy betegség az aggályosság, amikor egy keresztény most hirtelen nagyon meg akar térni, és egész nap azt nézi, hogy bűnt követtem-e, nem követtem-e, áldozhatok-e, nem. A papoknak a legnagyobb keresztje az ilyen. És tudjátok, miben a legnagyobb? Úgy szeretném megrázni. Higgy már Krisztusba. Neki Krisztus senki. Nem, ő bűn, nem bűn. Bűn, nem bűn. Ez őrület. De ezen a fokon a kereszténység mérgez, de nem ez a kereszténység. Ezen a fokon igaza van mindazoknak, akik mindenféle rosszat kiáltanak a keresztényekre, de nem ez a kereszténység. Ez az eltorzulás. A kereszténység a mi szentjeink, a mi nagyszüleink, a mi szent őseink, akiktől azt láttuk, hogy a végén már nem csináltak semmit, csak szerettek. De hogyan? Ahogyan Krisztus szeret minket. Hogyan szeret minket Krisztus? Ahogy az Atya szereti őt. A lelket árasztva. Amen.